A zsidóságnak egy olyan csodálatos ünnepe ez, amely alkalmat ad nekünk a gondolkodásra, az emlékezésre és a reménykedésre. A Gilad Eszter, Eszter tekercse, szabad fordításban Eszter könyvének fordítjuk, de mind a mai napig a Tórán kívül csak nem az egyetlen olyan bibliai könyv, mert tekercs formájában olvasunk fel a zsinagógai életben. Talán Purim történetének ez a legközvetlenebb üzenete a ma, a mindennapos zsidósága számára. A Teremtő, a kérjük, akarjuk, a vágyjuk jelenlétét, érezhetjük és éreznünk kell segítő, áldó jelenlétét. A passzivitás, a bezárkózás, az nem segít. A tetrekész ember társa a Teremtőnek. A mindennapokban társa a Teremtőnek a világ alakításában. És egy egyszerű halandó földi ember számára mi lehet nagyobb megtiszteltetés, mint az, hogy amikor a világ teremtésekor a Teremtő társul hívja az embert, hogy is hangzik ott a világ teremtésekor? Na álsze ódon bőt szállaménuk idvuszén. Magyarul úgy hangzik, alkossunk embert képmásunkra, hasonlatosságunkra. Thank you.
már lassan elöntötte a politikai szenny az országot, Molnár elhatározta, hogy emigrált Párizsba, illetve Amerikába, de megállt Párizsba, mert egy grófnő, egy dúsgazdag párizsi nagyvilági hölgy, ki megtudta, hogy a világhírű író a francia fővárosban tartózkodik, meghívta a szalonjába, és az akkori szokás szerint a város majdnem minden híressége megjelent. Kíváncsiak voltak arra, hogy miért is van Molnár Párizsban. Az estén a grófnő nem csak szívélyesen fogadta, de rendkívüli módon megtetszett neki Molnár, olyannyira, hogy utasította az inasát, jelezze Molnárnak szeretni azt, hogy miután a vendégek elmentek, maradjon vele kettesben. Az inas Molnárhoz lépett, és finoman átadta asszony a üzenetét, Molnár megtörölte elmaradhatatlan monotúját, és mosolyogva bólintott. Az inas felbátorodva illő módon és szerényen megkérdezte, amit mindenki tudni akart, hogy miért is tartózkodik Molnár a világhírű író Párizsban. Molnár a következőket válaszolta. Gondolom, mindenkinek furdalja az oldalát a kíváncsiság, így nyugodtan elmondhatja mindenkinek, nem titok, zsidó vagyok, és hányingerem van Európától. Amerikába, az új választott hazámba tartok, és itt Párizsban megvárom a feleségemet, és utazunk tovább. Az inas az információ birtokában rohant az asszonyához, és feldúrtan közölte, hogy Molnár zsidó. Az antiszemita hölgy azonnal utasította az inas, hogy menjen vissza Molnárhoz, és közölje, a meghívás tárgytalan. Az inas visszament Molnárhoz, picit kárörvendő hangsúlyra közölte, a meghívást az úrnőm annulálta. Molnár felvonta a szemöldökét, megtörölte újra a monokliát. Kérem, menjen vissza a grófnőhöz, és kérdezze meg, hogy miért, most már én is kíváncsi vagyok. Nem kell visszamennem, ezt én is meg tudom mondani, mondta az inas. Asszonyom megtudta, hogy ön zsidó. De menjen csak vissza, válaszolta Molnár, és mondja meg az asszonynak, hogy azt üzenem, ezt éjjel is megtudhatta volna, csak kellemesebb körülmények között. Hogy van? Hogy van? Ne is kérdezze, olyan mérges vagyok, hogy meg tudnék pukkadni. Mi történt? Mi történt? Olvasom, hogy milyen pénzeket adnak manapság festményekért. Félmillió dollárt adtak egy kicsi Renoirért, és 100 000 egy Gauguinért. Miért mérgesíti ez magát? Mert 5 évvel ezelőtt, amikor olyan rosszul ment nekem, a feleségem kénytelen volt 500 forintért eladni egy csókot. Mit? Egy csókot. Mennyiért? Kerek 500 forintért. Én mondom, jó üzletet csinált a nagysasszony. Én ismerem a nagysasszonyt, és nem adnék a csókért egy lyukas vasat. Mit ért maga ahhoz? Hát már megbocsásod, hogy akitől lehet manapság 500-ért egy csókot, aki csak menjünk Duba irányába. És mondja kérem, hagyja maga, hogy a felesége eladja a csókját? Miért ne hagyjam, egyszer rá vagyunk szorulva? Maga is kapott a pénzből? Az egészet. Abból vettem a téli kabátomat. Finoman maga hallja. És mondja, ki volt az a pali, aki 500-at adott érte? Egy pasas. Még szerencsé, hogy a feleségemnek még mindig van egy Benc úrja. Ki az a Benc úr? Maga még nem hallott Benc úrról? Hát arról még nem. Azt már hallottam, hogy a feleségének van egy Schwarz úrja. De ki az a Benc úr? Új dolog, új dolog. Maga barom. A Benc úr az egy híres festő volt. Nem mondja. És adott 500 forintot a feleséget. Miről beszél maga? Csak nem egy olyan csókra gondol, amit a szájára adnak. Még maga miért gondol, hova adnak? Mondja, hogy lehet valaki ennyire kultúrálatlan, mint maga? A csók az egy festő, és a felesége meg volt egy csendéletje tőle, amit eladott, amikor mindenkinek rosszul ment Pesten. Mondja, ismeri maga Kulhaneket? Az is egy festő. Nem, az egy milliómos volt, aki szintén eladta az összes festményét. Többek között volt egy Van Gogh-ja. Hogy beszél maga magyarul? Mondja, hogy beszél maga magyarul? Mi az, hogy volt egy Van Gogh-ja? Így, ahogy hallja. Volt egy Van Gogh-ja. De eladta, nem? Igen. Akkor miért mondja, hogy Van Gogh-ja? Akkor nincs Gogh-ja! Van Gogh az egy név, érti? Egy név. Volt egy híres festő, akit úgy hívtak, hogy Vincent Van Gogh. És a Kulhaneknek volt egy Van Gogh-ja. De ha eladta, akkor nem volt egy Van Gogh-ja, hanem nem volt egy Van Gogh-ja. Ennek semmi értelme. Mi az, hogy nincs? Tegyük fel, hogy én eladom a nadrágom. Eddig követ? Igen, nagyon. Akkor nekem volt egy van nadrágom, hanem van egy volt nadrágom. De legalább úgy mondani, hogy nincs egy gatyám se. Szavarra az ilyen lágy agyat, mint a magáé, ezt a pucerágon kellene keményíteni.